Üdvözlet mindenkinek, itt az infobaba.hu weboldalon, Ezután három hírt szeretnék megmutatni. Bízom abban, hogy a végére is érek, az egyik a magyar nemzetben készpénz megszűnése a láthatáron. Megnézzük, hogy mi az, amire ők jutottak ezügyben. Amerika már újabb járványokra készül a Portfolio.hu szerint, illetve nagy bajban van a budapesti agglomeráció. Mi lehet még, kérdezi a pénzcentrum. Mielőtt ennek nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok a munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Előjáróban talán csak annyit, hogy mint az, ami összeesküvés elmélet volt még közelmúltban is, akár egy évtizeddel ezelőtt, az már a valóságá vált. Egyre nehezebb az embereknek homokba dugni a fejüket, és letagadni azt, hogy a változások, amik a világban történnek, azok egyértelműen a háttérből irányítottak, és vezetnek minket egy új világrend felé. A magyar nemzet tehát felteszi ezt a kérdést, készpénz megszűnése a láthatáron, bár ez januári ez a cikk, Készpénz megszüntetése és a digitális pénz átfogó bevezetése, a kizárólag kártyával való fizetés koncepciója már korántsem vízió, lázálom, hanem adott esetben közeli valóság. Többi elmutat erre, írják, de talán az egyik legfontosabb, hogy nemrégen a következőképpen nyilatkozott a Bázeli Székhelyű Bank of International Settlements, ez a Nemzetközi Fizetések Bankja vagy BIS vezérigazgatója, Augustin Cartens kijelentette, hogy a most bevezetésre kerülő központi banki digitális valuták létrehozásával abszolút technológiai ellenőrzésük lesz mindenki személyes költései felett. Flawless Korábban azt is kijelentette, hogy elkerülhetetlen a digitális világ valutának a bevezetése. Ez a Bank of International Settlements egyébként országok jegybankjainak jegybankja. Másképpen szólva, a jegybankok vezető bankja. 1930-ban hozták létre, nagyjából kulcs szerepet játszottak a legnagyobb bankházak, bankár dinasztiák. Talán nem is kell megneveznem őket, hiszen a Rothschild, Rockefeller, Warburg, stb. neveket mindenki ismeri. Ez a magyar nemzetnek egy híre, ahol arról írnak, hogy ugyanazok a családok, akiket már mindenki ismer, az úgymond összeesküvés elmélet videókból ugyanazok a családok hozták létre például a nemzetközi fizetéseknek a bankját. Szóval nem tudom, hogy most ki az ostoba, meg ki a birka, meg ki az, aki félre van vezetve, meg alumínium a fején rohangál, de ha már a magyar nemzetben erről írnak, akkor azt gondolom, hogy komolyan el kell gondolkozni a mindenkinek a jövőt illetően. A jegybankok jegybankák működését bizonyos, de hogy bizonyos egyértelmű titoktartás övezi, de azt muszáj tudnunk, hogy a BIS finoman szólva is hatással van a jegybankok működésére, és akkor tényleg nagyon óvatosan fogalmaztam. Most vagy ő őrült, és egy összesküvés elmélet hívő, vagy valóban valami történik a háttérben. Ezek után azonban még érdekesebb dolgokat írnak ebben a cikkben, fontos vélemény és riasztó írják, hogy a Bloomberg Markets 2018-as jelentésében ezt állapította meg a Nemzetközi Fizetések Bankjáról: Gárdaváltás történt a kevéssé ismert szervezetben, amely a világ pénzügyi rendszerének a középpontjában áll, úgyhogy a legtöbb é. ember nem is ismeri. Egy olyan intézmény irányítását veszi át az új vezető, amely a globális technokrácia bástyájaként tűnik ki a növekvő átláthatóság és az elitekből való kiábrándultság korában. Cartens megjelenésével tehát új korszak vette kezdetét, amelynek a láthatóan a készpénz végleges kivezetése a rendszerből. A folyamat sajnos már előre haladott, jelenleg nagyjából 90 központi bank, köztük az Európai Központi Bank és a Federal Reserve az Egyesült Államokban kísérletezik, ugye ezzel a CBDC-vel, ami a központi banki digitális valuta, vagy annak a bevezetésével, különböző szakaszaiban vannak már ennek. Ezen túlmenően ezek a központi digitális valuták, illetve az ezeket elfogadó központi bankok már az egész G20 gazdaságot magukban foglalják, és együtt a globális GDP több mint 90%-át képviselik. Magyarul a hajó már elment, és mindenki készpénznek veszi. Hogy nem csak digitális valuták lesznek az egyes országokon belül, hanem hamarosan megjelenik, még ha nem is az összeomlás előtt, de utána bizonyosan a központi digitális valuta egyfajta világvaluta. Az USA szerepe ebben az összefüggésben is megkerülhetetlen, ezért aggasztó, hogy még tavaly március 9-én Biden adminisztráció végrehajtó rendeletet adott ki, melyben több szövetségi ügynökséget is megbízott azzal, hogy tanulmányozza a digitális valutákat és keresse meg azok szabályozásának módjait. Blokklánc alapú kriptovalutákra összpontosít, mint például a Bitcoin és az Ethereum. Sőt, a szövetségi kormányt és a Federal reserve t is utasítják egy lehetséges új amerikai fizetőeszköz egy digitális központi banki valuta bevezetésére, illetve annak alapjainak lefektetésére, mint egy digitális dollár lehet, hogy elég csak felolvasni ezt a cikket, olyan bizarr dolgokat állítanak, hogyha elérjük azt, hogy lesz egy ilyen központi digitális valuta, ami ráadásul világvaluta, akkor onnantól kezdve mindenkinek vége, aki a rendszeren kívül ragadt. Hogyha elérik azt, hogy az egész rendszert kiteljesítik a világra, az összes országot, amelyel kapcsolatban állnak, meg szövetségben állnak, illetve szerződésben ezek a központi pénzintézetek, amelyek ezeket a manővereket irányítják, ha, ha azt az egész rendszert életre keltik, onnantól kezdve mindenki láthatja, hogy csak az fog tudni részt venni a kereskedelemben, aki rendelkezik ezzel a valutával, illetve azokkal a technológiai eszközökkel, amik lehetővé teszik, hogy a kereskedelemben részt vegyenek. Mindazok, akik még mindig nem látják jelenések könyvében, hogy a fenevad bélyege, hogy az nem vehet és nem adhat el, akinek nincs a kezén, vagy a homlokám, vagy a száma, vagy zakármi, hogy ez az a rendszer lesz, akkor nem tudom, mi lesz az, amikor felébrednek, de ez kísértetésen hasonlít arra, amit ott olvashatunk. Megmutatom persze azok számára, akik esetleg nem ismerik, bár úgy gondolom, hogy ez talán a leggyakrabban bemutatott vers, amit én használtam eddig. Azt is teszi mindenkivel kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, Szabadokkal és szolgákkal, az azt jelenti, hogy mindenki az egész világon. A kicsiny és a nagy azt jelenti, hogy, a gaz, hogy nagyjából az a hatalom, aki rendelkezik hatalommal, vagy aki nem, gazdag, szegény, aki vagyonnal rendelkezik, vagy nem szabad szolga, függően attól, hogy milyen a társadalmi-gazdasági besorolása az embereknek, mindenkit érinteni fog ez a rendszer. És az ő jobb közükre vagy homlokukra tesznek egy bélyeget. Ez a bélyeg. Erről is szó volt már korábban, ez egy bevésett, benyomott, beégetett bélyeg. Olyasmi valami fizikai dolog, mint szobor vagy egy kép, hogy senki se vehessen és el se adhasson, hanem csak akin ez a bélyeg van, vagy a neve, vagy a nevének a száma. Ugye a fenevad, akiről szó van itt. Ez egy egyetemes, univerzális világgazdaság, amiről beszél, és nem tud majd az ember részt venni ebben csak akkor, hogyha rendelkezik ezzel a valamivel, amit úgy hív az írás, hogy egy bélyeg. De most, olvasván ezeket a híreket itt az újságban, ebben legalábbis a magyar nemzetben, és ha visszatérünk, akkor láthatjuk, hogy arról beszél, hogy Bill Gates szintén ennek a rendszernek az elfogadására törekszik, és olyan partnerei vannak, mint a Visa, a Mastercard, és a nemzetközi valuta alap, vagy az IMF. Nem kell, hogy mindenki benne legyen, nem számít, hogy egy kis országban milyen a helyi bank, vagy a helyi kártyaszolgáltató, vagy mit tudom én, Timbuktuba a nemzeti pénzintézet mit gondol. Ha ezek a nagy nemzetközi pénzintézetek, akik irányítják a világot, és tömörítik a világ gazdaságának a nagy részét, benne vannak, ha azok a szolgáltatók, akik élvezik ezt a monopóliumot, mint a Visa vagy a Mastercard, egyszerűen ki lehet terjeszteni a rendszert az egész világra, gond nélkül. És a technológia, az a fejlődés, amit látunk most magunk körül, az, hogy milyen ütemben fejlődnek a mobiltelefonok, hogy milyen ütemben fejlődik a kártyás fizetés, vagy az érintésmentes fizetésnek az elfogadása. Ha hozzáveszük azt, hogy most már kényszerítenek ezekkel a betegségekkel, hogy a készpénz, ez terjed a betegség, ezek mind azt a célt szolgálják, hogy az embereket rávegyék a készpénz elhagyására ugyanis akkor megszűnik a szabadság. Mindaddig, amíg tudjuk a készpénzt egymás közt adni, addig lehetőségünk van arra, hogy relatíve függetlenül a rendszertől költsünk és vásároljunk és éljünk. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobaba, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!